Sziasztok, én Kondorral vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy Chemtesszel 1.6-ra hogy tudtok mapot és fegyveri, illetve bot, esetleg VIP vagy tools skin berakni. No, először is menjünk fel bármelyik böngészőn, csak ne Internet Explorer-en, a gamebanana.com-ra. Itt ugye Games-nél kiválasztjuk a Counter-Strike 1.6-ot. Na, itt van. Itt rámegyünk a New Skins-re. És ugye a színeknek itt vannak kategóriái. Miket lehet letölteni, akkor most szerintem egy CD-packet. Új lapot nyissuk meg, szerintem. Na. Meg egy, mondjuk egy M4A1-et. Jó, most nekünk jó lesz ez. Ugye a downloadról elkikkeltek. És akkor be kell jönni egy ablak, kiszeditek, és itt van az a direct linkre, klikkeltek és letöltitek. Én már letöltöttem, tehát én már nem klikkelek rá, ugyanúgy mi majd az M4A1-nél. Itt is kiválasztjátok a megfelelőt, nekem mondjuk ez az. Most itt is ugyan egy download, és ott is direct link. No, akkor szerintem nyissuk is meg a Counter-Strike-os mappánkat, valamint a letöltött dolgainkat. Először is a be kell mennek a cheatrackba, valamint a modellzetbe. Ezt, hogy nyissuk meg a custom M4A1-et. Ugye, hogyha több fajtája van, akkor ezeket megjeleníti. Néha a képeket is ad hozzá, meg új fegyvertöltési vagy lövési hangokat. Ugye ezt így behozzuk a modellzetbe, ugye már zsinyel, hogy már van itt egy ilyen, itt cseréljük. Vissza, akkor még a hangokat be kell rakni. Itt van, itt a weaponsba, tehát a fegyverhangokba kell. Igen, mind a 9 ütközéskor tegye ezt. M4A1-jel kész is vagyunk. Modellzve visszatérünk is a playerbe. Most itt vannak ugye a CT-ink, Models, Player, először mondjuk a Gigant, mind a kettőt bele kell rakni. Meg vagyunk. Csak az urban hiányzik. Bone. Jó, most készen vagyunk. Menjük vissza ugye az ikonhoz, parancsikonhoz, vagy eleve az ikonhoz. Csináljuk egy új játékot, bármelyik mapon. Ugye láthatjuk, hogy az M4A1-nek ilyen kodos skin-e van, meg ugye az emberek is mások. Nem, nem játszok.
Tehát így kell berakni skint, és most akkor megmutatom, hogy kell mapot berakni. Most semmilyen bonyolult, itt újra menjünk rá Counter-Strike 1.6-ra. Most meg már kiixelem. Itt vannak New Maps, erre klikkelünk. Itt kiválasztjuk a nekünk tetsző mapot, egyébként több száz van belőle. Mondjuk most válasszuk ki, melyik az, ami nem olyan nagyon durva. Mondjuk ez is jó lesz. Jó, itt ezt mindig nem töltöttem le. Tehát akkor én is megteszem. Na végre. Itt mindig kiegyenként Afrika, hogy a frissebb cuccokat. Jó, direct link. Na, volt ilyen nekem. Ja, így ez nem működik, ezek szerint akkor valami másikat válasszunk. Jó. Akkor mondjuk ezt. Jó, akkor most ez ugye nem sikerült. Mindegy, akkor mondjuk most megmutatom. Ezekkel, ezeket én csináltam, ilyen kis közletlegesek, de tulajdonképpen annyi az egész, hogy Cheatrike-ba, Maps-ba, és ezt ugye bemásoljuk azt a BSP-t. Ha van benne TXT, akkor azt is, vagy ha RES, akkor azt is. Tehát mindent, ami benne van szinte. És csere. Azért itt is meg kell, hogy legyen. A TXT-be mondjuk. Írhattok akármit. Az elvileg meg fog jelenni az elején. És tulajdonképpen ennyi. Most megnézzük, hogy berakta a mapot. És akkor elvileg, hogyha a mapnál, amit töltöttetek, beraktatok hozzá egy nov fájlt, akkor nem fog tölteni semmit. Ha viszont nincs benne nov fájlt, és botokkal szeretné egyszerűen, akkor leszel a mapot így analizálni, amelyik feldolgozni kell, tehát az is egy kis idő. No, viszont ennyi lenne, amit szerettem volna bemutatni. Ugye a skinekhez, meg a mapokhoz. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, iratkozzatok fel, továbbra is várhatok ilyen és más típusú videók. Addig is, sziasztok, Counter-Rogue voltam.